tudom, annyira nem tervezem meg, hogy mit fogok mondani előre. Sziasztok! Hogyha láttátok az előző videómat, ami egy roomtour videó volt, akkor tudhatjátok, hogy találtam egy pár dobozt, amiről én sem tudtam megmondani, hogy mi lehet bennük, ugyanis ezekben a dobozokban mindenféle emlékeket gyűjtök, vagy írásokat, és nem akartam abban a videóban előszedni és egyesével átnézegetni őket, mert tudtam, hogy rengeteg dolog van bennük. Viszont már ott is elmondtam, hogy szívesen csinálnék ezekről egy külön videót, és ide is hoztam magammal két dobozt, amikben a legtöbb dolog van. A fiúkomat sajnos nem tudtam idehozni, és abban szerintem nincsenek is annyira érdekes dolgok. De a lényeg az, hogy most ezt a két dobozt veletek együtt át fogom nézni, és remélhetőleg sok érdekes dolgot fogunk benne találni. Jól van. Kezdjük először ezzel a dobozzal. Ez egy ilyen IKEA-s elég alapdoboz. Szóval, ahogy kinyitjuk, itt van egy pár ilyen karácsonyi képes lap, ezek teljesen frissek, idén karácsonyra kaptam őket. Aztán itt van egy fánkos doboz, ahogy néz ki. És alatta vannak az érdekes régebbi dolgok. Befőttes üveg. Van két ilyen síp, nagyon néz ki. Aztán van itt egy gyertya, egy másik gyertya. Van egy doboz, ez elég érdekes, egy ilyen angliás fémdoboz, ami tele van gyertyákkal. Ezek illatosak. Ez nagyon jó. Van itt egy elektromos gyertya is. Komolyan valami a szememben van. Nem mindegy. Két doboz, amik nem tudom, hogy mit keresnek itt. Rengeteg gyertya. És képes lapok, szerintem ezek az egy évvel, vagy két évvel ezelőtti képes lapok, amiket kaphattam. Ez egy szülinapos például, karácsonyi szülinapos, a dobozban egy állt. Aztán van itt egy szivar, amit nem szivarozok, nem szoktam dohányozni, hanem egy barátnőm volt Kubában, és a baráti társaságból mindenkinek hozott egy kubai szivart, ezt becsomagoltam ilyen celofán, hogy ne száradjon ki, bár nem tudom mennyire védte meg, és elraktam. Hát, hogyha egyszer majd kellhet, vagy tulajdonképpen nem is tudom, tehát így emléknek végül is jó. Itt van a tavalyi strandos karszalag, egy ilyen kis pennyboard. Azt a Jézusom! Ezt nem tudom, régen nagyon unatkoztam, és csináltam mindig ilyen plakátokat, amiket csak kivágtam. Azt hiszem, hogy ez ilyen avonos újság volt. És akkor ezeket raktam ki a szobám falára. Valamint itt vannak fotók, ilyen közös fényképek a barátnémmel, és Jézusom, ez nagyon régi. Nagyon durva, ott van valami. Jó, szerintem itt már mondjuk videóztam, úgyhogy annyira nem ilyen meglepő kinézet. Kicsit tényleg össze vannak ragadva. De várjunk, ezek nem is kéne, hogy nálam legyenek, ezek az osztályban voltak. Na mindegy. Szóval rengeteg közös kép a barátnémmel, amiket már el is felejtettem, hogy vannak. Még egy képes lap. Itt egy könyv, egy piros könyv. Jézusom! Ez durva! Oké, ez a könyv, ez ide van írva egy napló. És 2009, április 28, vasárnap van, végre vasárnap! Az ebéd finom volt, hasábújva egy rántott húsival. Na meg persze a desszert, emeletes epertorta, égetett karamell darabokkal, meg... Nem tudom milyen tejszínhabbal a tetején. Ez anya... Ez nem is a naplóm, ez egy külön történet. Oké. Igen, a naplóírással itt felhagytam a cizem, és inkább kitaláltam történeteket, amiket írtam, és... Én rengeteg történetet írtam kiskoromban, ezeket lehet, hogy egyszer majd kiadom egy könyvbe, mert nagyon durvák. És akkor ilyen rajzok is vannak benne, amik ilyen kezdetlegesek voltak. Szóval ez a könyv szerintem tele van ilyen nagyon érdekes dolgokkal, amiknek én nagyon ráértem kiskoromban. Igen, ezt csináltam a Disney csatorna helyett. Tudom már. Vannak itt ilyen kis dekor rúzsák. Aztán itt vannak még ilyen dekorációk, amiket csináltam a szobámba. Ezeket is ugyanúgy kivágtam, és ezzel dekoráltam a szekrényeimet. És itt van, azt hiszem, hogy ez kettő lej, amikor egyszer voltam Romániában, hoztam.
egy mikulás sapka, krépeska. Ezt nem tudom, ilyeneket miért rakok el. Aztán... Ajjaj, egy másik montázs. Kiskoromban én montázsoltam, és történeteket írtam. Ó, erről van egy videó. Erről van egy videó, egy nagyon korai videó a csatornán, úgyhogy ha szeretnétek, akkor nézzétek meg. Jó, ez lenne a húga. Egy nyuszi. Ez szerintem az első kontaktlencse folyadék, annak a... Ó, ott egy ötvenes. Ezek ilyen újságból kipépett lapok. Úristenem! Ezt Linával csináltuk, amikor... Szerintem ez volt az első alkalom, hogy együtt csináltunk valamit, csak mi ketten, mert azelőtt annyira nem bírtuk egymást. És aztán valahogy így felvetődött az ötlet, hogy együtt tartsunk egy barátnős délután, és ezt csináltuk. Nem tudom, mennyire látszik, ez egy Rihanna montázs, és az összes létező újságból kivágtuk Rihanna fejét, és ilyen dalok címeit is ide köré írtuk, úgyhogy Rihanna fanok voltunk. Ez egy... Ez egy borítvék, amivel ráérik egy montázs, amit nem én csináltam, hanem a volt ofőm, és összeállított rólam képeket. Nos, csodálatosan néztem ki. Aztán csináltam ilyen dalszövegeket is, leírtam ilyen szép betűtépőkből. Én nagyon el voltam, hogy ez ki. Nagyon hasznos. Aztán nem értem, lehet, hogy ilyen dugi cukor volt, és akkor nem akartam kidobni a kukába, nehogy észrevegyék. Na mindegy. Leocitrán! Ez hasznos, ha még nem járt le. Nem tudjuk. De már lejárt. 2014-ben. Wow! Szalag! Kereszt egy német ivával. Ez de jó. Nincs németet talál. Egy ilyen szép kis kövecske. Szerelmes vallomás. Na jó, elég nagy kupit csináltam ebből a dobozból, úgyhogy jöhet a következő. Nézzük, hogy ebben mit legyenek. Ebben leginkább füzetek vannak. Nos, itt van először is egy levél a nagymamától, aztán egy füzet, ami szintén írásra használtam, azt hiszem. Igen. Tonight we are the greatest hockey team. Indul! Egy napló! Egy napló! Végre! Egy igazi napló, amiben a saját életemet írtam le. Nagyon lelkes gyerek voltam, hogy néz ki. A tavalyi meg tavaly előtti naplóim azok egy kicsit bevisebbek. Itt kaptam egy új telót, ami így nézett ki. Következő füzet. Egy ilyen. És... ez azt hiszem, hogy 8-os. Valami a szemelőben. Igen. Rendes gyerek voltam. Bár ezt nem értem, ez egy nagyon elmondt művészet. Másik füzet. Ebben van. Történetek, meglepő. Történet. Ez Ágival egy ilyen közös... mi ez? Szerződés? Hogy együtt fogunk dolgozni. Ez vastag, Jézusom. Ezek repszövegek, amiket megtanultam. Really? I peep dude at the bar like really? Looking like you want a good time like really? But I'm girls! Top secret. MPB list. Azaz, my perfect boy. Erre emlékszem. Hi! Legjobb, ha sötét van, de mindegy, csak természetes legyen. Oldal kicsit rövidebb, felül hosszabb, beállított, lehet beletúrni. Szem, nagy, barna vagy nagyon kék. Alkat, egy kicsit magasabb, mint én, vagy pont akkora, edz. Ruhák, laza, kicsit klasszikus. Nem pál, igen. Illat, legyen, férfias, de kicsit édes. Hang, cuki, de ne túl magas. Belső, kívül rossz fiú, belül jó, érett, de azért lehet vele hülyéskedni. Kor,
16-17. Ez a lista még mindig áll, kivéve a kor, az most már legyen 19 plusz. Várom, jelentkezik! Jaj, itt vagyok én, kicsiben. Itt vagyok én, szintén, kicsiben. Itt vagyok én. Jézusom! Egy történet, amit Ágival közösen írtunk. Fanny! Fanny! Nem! Egy srácról nem írunk ilyen gondolatra. Nem! Ez egy szemeket. Aztán még egy történet! Milyen meglepő? Nem, ez nem történet, ez csak egy elmérkedés. Pretty Little Liars-es hallgatásom. Ez is egy ilyen My Perfect Boy talán? Vicces, jól nézzen ki, kocka, hars, jó legyen a stílusa, erős, szenvedélyes, illedelmes. Szenvedélyes. Mármint, hogy legyen szenvedélyes, de ez 14 évesen. Plusz, gördeszka, jól táncol, nevető ránc, gödröcske. Köbbe velem egykorú, művelt, izgalmas legyen bele az élet. Ne legyen nyomulós, se féltékeny. Tekintete legyen rám, szövesse meg. Az mondjuk hasznos, hogyha szeret engem a manapság végül is, ki tudja. Szóval ennyi lett volna ez a videó, ugyanis sikerült átnéznem mind a két dobozt, és olyan dolgokat találtam bennük, amiket már régen el is felejtettem, viszont nagyon jó volt most így visszaemlékezni rájuk, és látni, hogy milyen érdekes gyerek voltam. És remélem, hogy nektek is élvezetes volt ez a videó, annak ellenére, hogy a dolgok 50%-a valamilyen történet volt, amit én írtam. Ez egy élmény volt nekem minden esetre, és valószínű, hogy lesz még hasonló videó, esetleg a rajzaját megmutatom, vagy felolvasok az írásaimból, hogyha éppen nincsen jobb ötletem, és hogyha erre van igény, akkor nagyon szívesen. Hogyha nem láttátok még a Room Tour videómat, akkor ide kattintva megtekintetitek, és... azt hiszem, hogy ennyi tulajdonképpen. Találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!